kiváló felkészülési torna a VB előtt a csapatépítés érdekében. Ez volt az a gondolat, ami Szolnokra csábította a magyar női utánpótlás vízilabda válogatottat. A lányok első mérkőzésüket a kínaiakkal játszották. Kemény összecsapás volt, vezettek, de innen végül egyenlített az ellenfél. Őket az ausztrálok elleni mérkőzés követte. Könnyed 10-8-as magyar győzelemmel zárult a játék, amit a torna harmadik napján a kanadaiak ellen 25-ös végeredménnyel koronáztak meg. Képesek voltunk a megfelelő stílusban és főleg ésszel játszani. Az előző mérkőzésekre visszatérve, a tegnapi ausztrál mérkőzés az fontos volt számunkra, végül is egy olyan győzelmet arattunk, amely a kínai mérkőzés után, mert igazából őszintén kicsit provokáltam is az, hogy egy 3-4 gólos, 5 gólos vezetésből egy döntetlen lett, meg kijöttek azok a morális és technikai, taktikai hibák, amelyek mindenképpen azt gondoltam, hogy mint a lányokról van szó, és a lányoknak kell tudni, hogy azok általában nem osztják meg a gondolataikat, csak akkor, hogyha az ember provokálja őket, de akkor az ember nagyon tud figyelni. A felkészülési tornákon előjönnek azok a hibák, melyek egy-egy edzésen még nem fedezhetőek fel. Faragó Berta szerint ezeket is sikerült kijavítaniuk. Mindenképpen a zónavédekezésünket kell fejleszteni, most ezen a meccsen nagyon jól ment, viszont ez az kell, hogy a csapat egység legyen a védekezésnél az első, ugyanez igaz az emberhátrányos védekezésekre, és a támadásban pedig a helyzeteinket jól ki kell használni, mivel helyzeteink azok az összes meccsen adottak, viszont azokat pontosan be kell fejezni. Ahogyan az edzőjük Faragó Tamás mondta, a szolnoki aréna hangulata mindig egy megfoghatatlan pozitív érzéssel tölti el őket. Ennek szellemében irányította a lányokat. Itt a vízilabda egy lassú játék, sőt bizonyos értelemben unalmas is. Úgy lehetne nevelni ennek a szépségét, hogy a játék iramát, a labda sebessége határozza meg. Hogyha a játékosok gyorsabban passzolnának, mert hát ez elsősorban technikai képesség és képzés szükséges, akkor már is gyorsabbnak tűnne, tehát nagyobb lenne az iram. Ráadásul nekem mindig az a gondolatom, mondhatnám az a dilim, hogy a jó játékos, a kevésbé jó játékostól azt különbözíti meg, ami elsősorban abban fejeződik, hogy mikor kapja a labdát, már pontosan tudja, hova kell továbbadni. Cél volt a csapategység kialakítása. Erre szükség is volt, hiszen egy átalakult női válogatott ugrott medencébe a szolnoki mérkőzéseken. Tavalyi EB harmadik csapatunk eléggé átalakult, és ezért ezt úgy éreztük, hogy ezt a csapatot ezt újra helyre kell rakni, nem vagyunk még teljesen nagy egység, azonban most én úgy gondolom, hogy a háromnapos torna végére egy igazi csapattákovásolódtunk össze, és hát a lányoknak nagy szüksége van arra, hogy mindent megbeszéljünk, akár a vízben lévő konfliktusokat, a parton lévő konfliktusokat, és én úgy érzem, hogy ezeket sikerült, és most a világbajnokságra úgy fogunk menni, hogy mi egy igazi csapat vagyunk, akik képesek egymásért harcolni a vízben, a parton, mindenhol. Összességében jó hangulatú, gólban gazdag mérkőzéseket és összeszedett játékot mutató ifi válogatottat látott hétvégén Szolnokon a vízilabdát szerető közönség.